bölcsember a lehetőségeit megteremti és nem megtalálja. Idén másodszor tartottak karriernapot és öregdiák expót a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az esemény a karrierkövetési osztály, az Öregdiák Szövetség és a Fodó Sándor Kulturális Központ közös szervezésében jött létre. A rendezvény idei szlogenje egy Francis Bacon idézet volt, miszerint a bölcsember a lehetőségeit megteremti és nem megtalálja. Az alkalom szervezőinek célja, hogy lehetőséget biztosítsanak mind a jelenlegi hallgatók, mind az öreg diákok számára, hogy találkozhassanak egymással, tapasztalatokat cserélhessenek, az előadások hasznos információkkal szolgálhassanak egy-egy sikeres karrierépítéshez, álláskereséshez. Intézményünk számára rendkívül fontos, hogy figyelemmel kísérjük hallgatóink pályafutását, hangsúlyozta Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Nagyon sok célja van igazából egy ilyen rendezvénynek. Mondhatnám azt is, hogy a modern felsőoktatási intézményekkel szemben alapkövetelmény az, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy hol tartanak a végzősei. Azok, akik diplomát és remélhetőleg tudást szereztek egy intézményben, azok mire vitték, mire jutottak. Tehát ez az alkalom erre is kiválóan alkalmas, meg tudjuk nézni azt, hogy azok a fiatalok, akik nálunk tanultak egykor, visszavágynak-e egyáltalán, visszajönnek-e ide, és megmutatják-e magukat, és akkor ebből tanulunk mi is, meg tanulnak ők is, és tanulnak a jelenlegi hallgatóink is. Másrészt találkozási célnak is kitűnő. Olyan értelemben, hogy a korábbi végzősök egymással is tudnak kapcsolatot tartani, velünk is tudnak kapcsolatot építeni, és persze példát mutathatnak azoknak a fiataloknak, akik ma tanulnak nálunk. Hiszen ha az ember beül az iskolapadba, bármilyen szinten, a kisiskolástól kezdve egészen az egyetemistáig, akkor nem feltétlenül csak úgymond tanulni akar, hanem a tudás megszerzése szolgál valami, hát hogy úgy mondjam, távolabbi célt is. És itt láthatják a fiatalok, a mostani hallgatók azt, hogy rendben van, szerezek egy diplomát, és mit kezdjek vele. És rengeteg példát láthatunk a karriernap keretében a korábbi végzősöktől arra, hogy mihez is lehet kezdeni azzal, azzal a tudással, azzal a tehetséggel, azzal az ambícióval, ami bennünk lakozik. Ezek a dolgok mind-mind segítenek abban, hogy mi magunk is visszajelzéseket kapjunk, okosodjunk, tapasztalatokat szerezzünk, na és persze összekössük a jelenlegi hallgatókat, a régebbi hallgatókkal, az intézményt, a munkaadókkal, hiszen ide eljönnek olyanok is, akik alkalmazzák a mi végzőseinket, esetleg elmondják, hogy miben elégedettek, miben nem annyira elégedettek, szóval sokrétű ez a rendezvény, de a legfontosabb mégiscsak az emberi oldala. Az, hogy találkozunk, beszélgetünk, ismerkedünk, újraismerkedünk, és jól érezzük magunkat. A köszöntőket követően a főiskola oktatói és egykori hallgatói tartottak előadásokat és életpálya bemutatókat. A témák kiválasztásában a szervezők a hallgatók ötleteit és javaslatait is figyelembe vették. Az az érdekes, hogy ez nem az első ilyen karriernapunk. Tavaly volt már egy, ahol igazából mi találtuk ki azt, hogy biztosan arról akarnak hallgatni a fiatalok előadást, hogy hogyan kell mondjuk egy állásinterjúra felkészülni. És hasonló témákban gondolkodtunk. Idén viszont körbe ment egy ilyen online rövid kérdőív, hogy miről szeretnének hallani a fiatalok. És kiderült, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan igény érkezett, amiből fel lehetett építeni a mai karriernak a szakmai részét. Képzeljük el, hogy olyan érdekes igények érkeztek, mint például, hogy szeretnék tudni, hogy mi az a siker, és hogyan lehet sikeresnek lenni. Vagy hogyan válhatok influencerré? Szóval, amikor ezt az előadás, javasolt előadás témát megláttam, akkor egy először elmosolyodtam. Aztán rájöttem arra, hogy nem is olyan hülyeség ez, hiszen a fiatalokat nyilván érdekli az, hogy kik befolyásolnak minket, hogyan, miért, milyen célból, ebből meg lehet élni. Szóval ezek az előadás témák így alakultak. És érdekes volt az is, hogy jelezték a fiatalok, hogy jó lenne meghallgatni egy egykori végzőst, aki valamilyen szempontból karriert csinált, hogy mesélje már el a saját életútját, a saját tapasztalatait, hogy hogyan válhat az itt megszerzett diplomával és tudással valaki később sikeressé. És még arra is javaslatokat érkeztek, hogy kit hívjunk meg előadónak, mert kit tekintenek ők példaképnek, kit tekintenek ők sikeresnek. Úgyhogy tulajdonképpen így állt össze ez a mai program. Teljesítmény és a siker. A sikeres jövő felépítésének titkairól és egy esetleges sikertelen próbálkozás utáni újrakezdésről tartott előadást Ábrány Krisztián, a Beregszászi Főiskola mentálhigiénés szakembere. Karrierépítés gyakorlatilag azon múlik, hogy az embernek milyen céljai vannak. Ugye
fontos megtalálni, hogy valaki miben jó, mihez van kedve, látni, hogy melyek azok a realitások, amelyek ugye keretet adnak az ő terveinek vagy céljainak, és hogy van-e benne érték. Ugye ezt nem mondtam el az előadásban, de egy bérgyilkos is tehet nagyon sok erőfeszítést, lehetnek nagyon jó eredményei, teljesítménye, de hát ugye nem, még sikeres is lehet a saját munkakörén belül, ha ezt lehet így hívni, de nincs mögötte érték, sőt. Így amikor mi a saját sikereinket tervezgetjük, vagy ugye éppen próbáljuk megélni, akkor nagyon fontos, hogy mindig legyen benne érték is saját magam számára is. Ugye azt nem nagyon tudjuk mérni, hogy én hogyan élek meg valamit, de amikor a közösség jelez vissza az én munkámra valamit, remélhetőleg valamilyen pozitív visszajelzést kapunk, akkor az úgy meg tudja mutatni, hogy igenis érték van abban, amit az ember tesz, és remélhetőleg jó tesz. A kudarcaink azok nem mi vagyunk, hanem aktuálisan valami nem sikerült, valamiért. És ugye egy példát hoztam az előadásomban éppen Edisonról, akinek én sem tudtam, miközben készültem, akkor találkoztam ezzel, hogy 11 000 egy néhány százszor végzett el kísérleteket, amíg kigyulladt az a lámpa, az az izzó. És az 5000-nél azt mondta, amikor újságíró készített vele egy riportot, hogy ez nem kudarc, nem sikertelenség, egyelőre nem találtam meg a megfelelő metódust arra, hogy ez működjön. Nem szabad félni a kudarcoktól, sőt, egy sikeres ember a kudarcokra kihívásként tekint. Az Öreg Diák Expón a főiskola egykori hallgatói mutatták be életpályájuk alakulását, ezzel is pozitív példát mutatva a főiskola hallgatóinak. Ködöböc Gerzsenyi Ilona ékszerkészítő, pedagógus és a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének koordinátora. Stábunknak elmondta, sikeres karrierjét a főiskolán kapott alapoknak és értékeknek köszönheti. Nagyon sok mindent kaptam, azt hiszem, és ami a legfontosabb, éppen minap gondolkodtam ezen, az önértékelés, egy erős önértékelés, önbizalom, a széles látókör a világra. Ezt már is kamatoztattam friss diplomásként, mert belevágtam egy doktori képzésbe, és 3 évig Pécsre jártam egy földtudományi doktoriskolába. Nagyon élveztem azt is, és én úgy gondolom, hogy ezt is annak köszönhetem, hogy hát bátorságot innen merítettem ebből az intézményből, a tanári karból. Aztán olyan sok dolog jött az életembe, ami nem feltétlenül a tanítással, vagy az oktatással, vagy a tudományos élettel van kapcsolatban, de mégis úgy gondolom, hogy kellett ez az alap, kellett ez a földönjárás, bátorság, hogy belevágjak és bízzak magamban. Lengyel György 2007-ben szerzett diplomát a főiskola gazdálkodási szakán. Ma egy sikeres családi vállalkozást vezet. Az egyedi ajándéktárgyak értékesítésén kívül fordítási és tolmácsolási szolgáltatást nyújtanak, 2021-től pedig magyar nyelvű könyveket is forgalmaznak. Elmondása szerint a főiskola hallgatói állandó látogatói a magyar könyvesboltnak. Már gyerekkoromban könyvszeretetet belém nevelték, ugyanis édesanyám könyvtárosként dolgozott, iskolai könyvtárosként, és házasodnom is úgy sikerült, hogy párom is nagyon szereti a könyveket, ezáltal szeretnénk, ha gyerekeink is szeretnék a könyveket, úgyhogy már nagyobbik fiunk érdeklődik, ugye már 6. osztályos, több könyvet is elolvasott, és nem csak a kötelező olvasmányokat, úgyhogy szeretnénk, hogyha a könyv olvasása, a könyv szeretete az a fiatalokat is megérinteni, és kellemesen csalódtunk, mert látjuk, hogy a főiskolás diákok is szeretnek olvasni, és előszeretettel térnek be hozzánk, vásárolják a könyveket, és olvassák a könyveket. Széles skálán mozog a könyvkínálatunk, több mint 1000 könyv, ami elérhető nálunk. A gyerekkönyvektől, a pancsolós könyvektől kezdve egészen a tudományos könyvekig, a romantikus irodalom ugye nagyon népszerű, a fiatal lányok előszeretettel olvasnak kortársakat, Leiner Laura vagy Colin Hoover nagyon népszerűek a körükben,
de ami esetleg nincs nálunk készleten, azt meg lehet rendelni, és igyekszünk beszerezni. A karriernap résztvevői az influencerekről, más szóval véleményvezérekről, az introvertált, zárkózott személyek érdeklődéseiről, valamint a család vagy karrier dilemma megoldásairól hallhattak előadásokat. A szakmai részt követően mindenki megtekinthette az Öregdiák Expo kiállító standjait.